A Pannon Várszínházban a szezon első premierje a Mária Evangéliuma. A darabról a rendezőt, Vándorfi Lászlót kérdeztük. Ugye a Mária Evangéliuma az a cím alapján egy bibliai történet, de azért, hogyha jól tudom, ennél sokkal több réteget rejt a darab. Mik lennének ezek a rétegek? Egy kicsit beszélgessünk arról. Az elsődleges réteg természetesen maga a bibliai történet, a Mária az anya szemszögéből szemlélve. Természetesen, hogyha ez a szemszög kiteljesedik egy darabbá, akkor olyan elemek is kell, hogy belekerüljenek, amik nincsenek a négy evangéliumban rögzítve. Talán ezért is tűnik ez az apokrifnak tűnő cím, pedig hát nem az, hogy ez egy művészeti alkotás. De hogy teológiai szempontból is megfelel annak az a bizonyítéka, hogy II. János Pál pápa magyarországi látogatásakor ezt adták elő az ő tiszteletére, az ő jelenlétében. De hát végül is nyilván minden szempont így a teológiai és akkor stimmel, hogyha eltalálja az embert, a magát, a teremtményt. És hát mindenkinek volt édesanyja, és döntő többségének kapcsolata is volt az édesanyjával, és azért szerintem a meghatározó többségének vannak legalábbis szép emlékei a részben is erről az intézményről, amivel anyaságnak lehet mondani. Hát ezt próbáltuk körüljárni, nyilván abból az attitűdből, hogyha valaki gyermeket vállal, gyermeket szül, akkor benne van ebben a pakliban az is, hogy az a gyermek elhagyja őt, mert ez az életrendje, hogy felnő a gyermek és elindul a saját útjára. Az is előfordul, és hát a bibliai történetben természetesen így van, hogy elveszíti a gyermekét a szószoros értelmében is. És hát van itt nagyon sok minden vonatkozás, például egy anya számára mi a gyermek. Van az első felvonás vége fele, szinte közelen a végén egy nagyon nagy áriája Máriának, amikor arról szól, hogy minden anya számára megváltó, és minden anya számára Isten a gyermek. Hát azt hiszem, hogy ez egy elsöprő pillanat az előadásnak, pláne hogyha úgy elő van adva, ahogy ezt a főszereplőnk teszi. A másik szempont, hogy él egy bizonyos világban az anya és a gyermek, tényleg ennek a világnak is meg kell jelennie. És hát a bibliai példázat az elég sajátos helyzetet teremt, hiszen ugye jövendőlik a megváltó megszületését, és Heródes az ügyeletes diktátora ennek a nemzetnek, az félti, a profécia úgy szól, hogy az ő kárára lesz. Ezért, mivel nem tudja, mert nem lehet megkülönböztetni, hogy kisdetként melyik a messiás és melyik nem, mindegyik egyforma, ezért minden betlehemi kisgyermeket megölett. Ez a híres betlehemi gyermekgyilkosság, és ez is megjelenik a színpadon. Nyilván, ahogy a színháznak kell, ez stilizált és elvonatkoztatott formában, de azt hiszem, hogy nagyon erős kép ez is, és talán rá lehet ismerni arra, hogy sokszor még a saját családunk és saját szeretteink legyilkolására is készek vagyunk, hogyha valamilyen gőzös érdek, vagy valamilyen iszonyatosan nyomuló, szörnyeteggé váló hatalom ránk kényszeríti ezt az eszközt, és a mákony, tehát az emberek elvarázsolásával bizony nagyon sok minden történt már a világtörténelemben, ez is benne van. Benne van az is, hogy az is egy tragikus pillanat, hogy az anya látja, hogy ennek mi a vége, tehát ő tudja, amikor a szeplőtelen fogantatás, tehát annak a jövendőlése megtörténik a színpadon, akkor az arkangyalok elmondják, hogy ennek a vége az lesz, hogy iszonyú kín és szenvedés anyának, gyermeknek egyaránt és korai halál. Ezzel is szembe kell tudni nézni, és amikor ez eljön, akkor ugye nyilvánvaló anyai ösztön, hogy ettől megpróbálja meg. Van egy nagyon nagy duett a Gecsemáni kert előtti jelenetben, amikor megpróbálja az anya eltéríteni még ettől a szándékától, de hát nem lehet, mert hát őnek ez a hivatása. Ez is nagyon emberi formában jelenik meg, tehát nem üstökösként és nem glóriával a fején érkezik előre Jézus, hanem ő embernek, emberként kellett neki végigvinni ezt az utat, tehát ő így jelenik meg, és emberként is viselkedik anya és gyermek, és ez egy nagyon nagy katartikus pillanat. És belenyugodni abba, hogy hát ennek ez a rendeltetése az anya által az nem könnyű, nyilván itt utána egy gyors halál is, mármint színpadi értelemben, és hát a vége azért mégiscsak a magasztosulás, a felmagasztosulás, a mennybe menetel, amikor mindenkivel találkozik, aki őt szerette, és így válhat azzá a szimbólumá, ami egyébként talán a legsértetlenebb és a legmakulátlanabb az összes bibliai jelkép közül, az a Mária. És nem véletlen, hogy a Magyar Állam alapítás
történetének végén István Kerényből utód nélkül maradt, akkor Máriának ajánlotta fel Magyarországot, és a Mária kisdeddel, tehát ez valamiféle jövőkép is. Tehát, hogy van élet a következő nemzedékben is, van talán élet a halál után is, és hogyha egy ország, vagy egy nemzet, vagy egy kulturális tömeg, amit Magyarországnak nevezhetünk, az azon alapul, egy valami olyan női identitáson alapul, aminek az anyaság az alapja, az nagyon messzire vezet. És hát még nem didaktikusan fejtjük ezt ki, hanem érzelmileg próbáljuk, ami a színháznak a feladata. Tehát igen, látjuk ugye, hogy aki, tehát csak azért, hogy aki nem ismeri ezt a darabot, hogy itt a bibliai történet az egy kiinduló pont, és az már jó. Így van, így van, és ugye időben is eltolás, hiszen épp a keresztre feszítéssel kezdődik, és van egy nagyon lényeges, mondjuk van egy narrátor, egy visszaemlékező, János apostol, aki a maga látnoki erejével visszafele megidézi, megértve, mindenkinek a halála után megértve, Mária halála után megértve, hogy tulajdonképpen mi is történt anya és gyermek között, és ez mit jelent nekünk, mint utókornak. Elhangzott ugye az előbb, hogy nem egy ősbemutatóról van szó, hanem hogy ezt már láthatták más városokban, magyar színpadon. Beszélgettek esetleg az alkotókkal, Müller Péterrel, illetve a fiával, Müller Péter Szijámival, hogy mi az ő elképzelésük, és mi az ön elképzelése, mennyire kapott szabad kezet tőlük? Hát én úgy gondolom, hogy régi színházi szerzők, Tolcsvai László is zeneszerző, régi színházi, amikor pontosan tudják, hogy egy darab akkor kell életre újra és újra, hogyha mindig valami újabb és újabb szempont és látásmód hozzá tud. Tehát fel sem merült, hogy cenzurázni, tehát a Tolcsvai Lacival tartottuk folyamatosan a kapcsolatot, ugye ennek egy döntő pillanat. Nagyon ehhez, nyilván mindenből lehet szörnyűt csinálni, és dilásítani, és erre-arra elhajolni benne, de mondom, nem nézték ki belőlem talán ezt a borzalmat, ami viszont alapkérdés, ez egy rock opera. Tehát itt a hangi megfelelés az egy döntő szempont, és hát nyilván le is jött az olvasópróbára a Tolcsvai Laci, hogy meghallgassa. Így a több szereposztásban van a Mária is, a Jézus is, és hát abban még sokan mások is énekelnek, nincs is benne prózai megszólalás. És hát el volt ragadtatva az elején. Nagyon fontos az, hogy az akusztikus vonatkozáson túl itt mozgással lehet a rock-opera műfajában kifejezni nagyon sok mindent. Itt egyébként is nagyon jól mozgó társulatunk mellé még szerződtettük a Vári Dance, a Dunaújvárosi Bartók Táncszínház együttesét, táncszínházát, 9 nagyszerű táncos professzi, nagyon szép emberek, a lányok szépek, a férfiak férfiasak, és nagyon, nagyon jó színvonal, nagyon jól dolgoztunk együtt, és hát nagyon fontos ez egészben. Tehát a zene sem, mozgás sem jelent még semmit, hogyha a színpadi jelenlét magyarul a színészet. Hogy ez működik-e? Tehát megjelenik-e, vagy csak szépen jönnek ki a hangok az emberek torkán, meg szépen komponálódnak a mozdulatok? Nem, itt nagyon átélten, pontos színészi játék. Ez a lényeg ettől más, mint mondjuk egy hagyományos oratórium, hogy itt színészileg egy sorsot, egy folyamatot, szituációkat kell megjeleníteni. Ugye ez már az epikiekből, amit elmondtunk, az kiderült, hogy van ennek a darabnak nagyon is aktuális üzenete. Ez a színpadi technikában, a színpadilag mennyire jelenít meg, akár díszlet, jelmezek szintjén? Ugye a hangvilla színpadán, hát van egyfajta süllyedő, amit bizonyos típusú előadásokban lehet használni, és használtam is. De ez nem, tehát nincs gépezet, felső nagyon alacsonyan van a plafon, tehát igazából nagy színpadtechnikai csodákat nem lehet művelni, de mi ránk jellemző, hogy valami mindig mozog a díszletből is, nem csak a színészek, hanem a díszletből is, itt is van egy központi elem, tulajdonképpen úgy tűnik, mint a három fele tudna egy henger, egy körcik sorozat elforogni, tulajdonképpen csak két fele forog, és a harmadik, a belső maga az mozdulatlan, de úgy tűnik, mint hogyha az is mozogna, de nagyon dinamikusan lehet képváltásokat, hangulatot, színpadi dinamikát kölcsönözni ezáltal. De a döntő, még egyszer mondom, mi a biodíszleteket szeretjük. Tehát a színész, igen, ez az első mondatom a olvasó próbákon, meg a próbákon is sokszor elmondom, hogy a környezetet megjeleníteni, ha csak a színész, teljesen mindegy, hogy mi van köré festve, vagy mi mozog le, föl, alá, jobbra, balra, csak a színész tudja megrajzolni, hogy én most Betlehemben vagyok, vagy itt vagyok, Veszprémben, vagy múlt században vagyok,
Ezt csak ő tudja megtenni. Ezt pedig már majd láthatják a nézők. Igen. Nagyon nagy sikerrel megy egyébként az első néhány előadáson vagyunk, úgyhogy szeretjük és szeretik a nézők is. Ajánljuk tisztelettel a többieknek is.